Köszönöm szépen, jó napot kívánok! Jó dolog itt lenni a megújult csarnokában a nyugati pályaudvarnak. Én is államtitkár úrhoz csatlakozva gratulálok elnök vezérigazgató úrnak az itt elvégzett és még elvégzés alatt álló munkához. Most, amikor egy ilyen jelentőségű nemzetközi építészeti tervpályázatot írunk ki, az ember mindig azzal kezdi, hogy elgondolkodik azon, hogy hát ez kinek, mikor, hogy jutott eszébe, hogy miért pont mi és miért pont most foglalkozunk ezzel. És ennek kapcsán vettem elő azt a dokumentumot, amit még dr. Ruzicska Lajos, a MÁV műszaki főtanácsosa 1939-ben írt, a budapesti nagyvasúti pályaudvarok rendezéséről, és aminek az egyik fő mottója az, hogy a mi közönségünknek külföldön nem járt része nem is sejti, hogy milyen kényelmet, egyszerűséget és biztonságot lehet jól elrendezett és helyes elvek alapján megtervezett pályaudvaron elérni. És ezek után hosszasan, ezt most nem idézem végig, kritizálja azt a tényt, hogy a nyugati pályaudvar így épült meg, ahogy, hogy nem kellő előrelátással döntöttek 1877-ben, mondja ezt az 1930-as évek kritikája, és egy csak ötvágányos pályaudvar épült, miközben akkoriban már nagy európai városok ennél nagyobbakat építenek. És leírja azt, amivel azóta is 2021-ben is küzd ma a MÁV, hogy a fejpályaudvar egy zsákutca és kapacitáshiányt okoz, de a nyugati pályaudvarnak ez az elrendezése, hogy a vágányok jelentős része nem itt végződik a csarnokban, hanem kint, azt jelenti, hogy csak jelentős kerülőkkel lehet a vonatok között, illetve a városrészek között mozogni. Ez az 1939-es tanulmány arra tesz javaslatot, hogy a magyar állam vágjon bele egy déli pályaudvart a nyugati pályaudvarral összekötő vasúti alagút megépítésében, és ezt nem saját ötletként mondja el, hanem egy 1902-es Zielinszky-Szilárd tanulmányra alapozva. Mint tudjuk, ez azóta nem történt meg, de az időszerűsége és az a probléma, amit a vasúti közlekedésben a fejpályaudvarok zsákutca jellege jelent, az azóta is megmaradt. Most 2018 óta, amióta Fűrjes Balázs vezetésével létrejött a budapesti és agglomerációs államtitkárság, van a budapesti és regionális közlekedésfejlesztésnek immár kormányzati kompetenciaközpontja, és aztán létrejött a BFK. A MÁV-val közösen nekiálltunk ennek a munkának. Elkészült a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, és most ennek egyik fontos mérföldköveként írjuk ki ezt a nemzetközi tervpályázatot. A helyzet ma úgy fest, hogy minden 100 vonatból, ami bejön Budapestre, mint ez az Intercity, ami éppen megállt itt mellettünk, 99 Budapesten véget ér, és nem megy tovább Budapestről sehova. Miközben Budapest nem a világ vége, hanem szeretnénk azt hinni, hogy a világ közepe, és mindenképpen Európa szíve, egy olyan európai főváros, ami összekapcsolja Magyarország különböző tájait, régióit, és persze Európa különböző részeit. A célnak az kell, hogy legyen, hogy mind az elővárosi vonatok át tudjanak haladni Budapesten, és összekössék keletet, nyugatot, északot, délt, Budapesten belül és kívül, hogy Magyarország nagyvárosait összekössük, és a Balatonra el tudjon jutni egy kecskeméti utas, és Győrbe el tudjon jutni egy debreceni utas is, úgyhogy Budapestet érinti természetesen. És persze az, hogy a nemzetközi közlekedésben, akár a belgrádi vonal megépülésével, Szerbia, és aztán tovább a Balkán felé, a nagysebességű tervek megépültével majd egyszer Románia felé, és persze a még közelebbi jövőben Nyugat-Európa, Bécs, és persze a közép-kelet-európai V4-es országok, Szlovákia, Csehország és Lengyelország felé a nemzetközi vérkeringés szívébe helyezzük vissza a magyar vasutat. Ehhez az kell, hogy átmérős rendszerek jöjjenek létre, a vasúti alagút ennek a kulcsa. A vasúti alagút egy távlati terv, ahogy ezt államtitkár úr is elmondta, viszont a nyugati pályaudvaron azonnali feladataink vannak. Az egyik az volt, hogy itt beázott a tető, és ki kellett cserélni, és meg kellett újítani a csarnokot. Ezt a munkát a MÁV elvégezte, itt állunk ebben a gyönyörű csarnokban. A másik munka, ami ennél is nagyobb, az pedig előttünk van az, hogy egy több mint 100 éves biztosító berendezéssel működik ma a nyugati pályaudvar, és a nyugati pályaudvar kapacitása teljes egészében elfogyott. Most itt csúcsidő között beszélgetünk, de reggeli csúcsidőben minden vágány 2 órából 117 percet van tele. Nincsen semmilyen megmaradt kapacitása ennek a pályaudvarnak, miközben a bejövő vonalak mindegyikén lenne igény többletforgalomra. Csak egy példát mondjak, a BFK kormány megbízásából megkezdte a Veresegyház-Vác vasútvonal fejlesztését. Erről a vonalról ugye népes agglomerációs településeket kötez össze, Őrbottyánt, Veresegyházat, Fótot. Ezekről a településekről arra lenne igény, hogy a mai 1-2 vonat helyett óránként 6 vonat jöjjön be a nyugatiba. De ide óránként 4-5 vonat ma nem fér be pluszba a reggeli csúcsba, még egy sem.
Tehát ahhoz, hogy ezekről a vonalakról, és sok ilyen példa van még Lajosmizse felé, Vác felé, Dunakeszi felé, akár Budapesten belül az újpalotai lakótelep felé, több vonat tudjon bejönni, az bővíteni kell a kapacitást. Ennek a távlati terve az alagút, de első lépésben a nyugati pályaudvarnak a biztonsági berendezéseit, az elavult vágányait kell megújítanunk. Ezt viszont csak úgy szabad megtennünk, hogy gondolunk a jövőre, hogy olyat csinálunk, ami kiállja a próbát 10-20 év múlva, és nem kapunk olyan kritikát, mint amilyet itt a 30-as években megfogalmaztak elődeink az ő elődeikkel kapcsolatban. Ehhez az kell, hogy a nyugati pályaudvart úgy építsük ki, hogy az már kompatibilis legyen egy alagúttal. Ezt mondta el Fűrjes Balázs államtitkár úr is. Egy olyan vágányképet dolgoztunk ki a vasúti alagút megvalósíthatósági tanulmányában, amiről egy konferencián nemrég részletesen beszámoltunk. Nyilvánosan az előadások elérhetők a BFK honlapján, amelyben a pályaudvar első lépésben fejpályaudvarként marad meg, de kétszintes fejpályaudvarként. Itt, ahol állunk a föld alatt egy, hát itt, ahol állunk pontosan négyvágányos, aztán hatvágányosra kinyílő föld alatti állomás jön létre, míg a föld fölött a csarnok végénél egy 12 vágányos fejpályaudvar kap helyet. És ez a föld alatti állomás, ez pontosan úgy lesz megépítve, hogy egyszer majd, amikor a fúrópajzs Budáról ide megérkezik, akkor a vasúti alagút átmenő állomásává is tudjon majd válni. A nyugati pályaudvar ma is Magyarország legforgalmasabb vasútállomása, napi 60 ezer ember használja, 70%-kal forgalmasabb, mint a második helyezett keleti. De hogyha megvalósul a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, akkor ez az utasszám több, mint megduplázódni fog. Csak a pályaudvaron lefölszállók 90 ezeren lesznek, de hogyha az átutazókat, az alagúti vonatokon átutazókat is beleszámítjuk, akkor 162 ezer napi utassal kell számolni a nyugati pályaudvaron. Ez lesz Budapest legforgalmasabb közlekedési csomópontja, és egyben az ország főpályaudvara is. Beszédes adat az is, hogy ma a nyugati pályaudvarra 564 vonat jön be egy nap. Az elkészült menetrendi tervünk szerint ez a szám több mint 1000 lesz az elkészült új vasúti pályaudvaron és az alagúti üzemben, de ebből az 1000 vonatból 600 olyan lesz, ami áthalad itt az alagúton, ami azt jelenti, hogy ez valójában kettőt ér, hiszen az egy érkező és egy induló vonat is a mai számítás szerint. Tehát, hogyha ezt kétszer számoljuk, akkor az 564 helyett 1600 szolgáltatás, 1600 indulás fog itt megjelenni a pályaudvaron. Azért ez azt gondolom, hogy mutatja azt, hogy milyen léptékű fejlesztést kell itt elvégeznünk. A nemzetközi tervpályázatot kiírtuk, az Európai Unió hivatalos lapjában megjelent, bárki megtalálhatja. Ahogy ezt államtitkár úr elmondta, egy részvételi szakasszal indul, ahol a világ minden tájáról és reményeink szerint hazánkból is jelentkeznek építészirodák. 12 építésziroda fog a legjobb referenciák alapján, amiben nagyon fontos eleme, hogy milyen közlekedési létesítményeket tervezett már az adott iroda, tovább jutni a második fordulóba, ekkor kell majd terveket készíteniük, és a zsűri a tervek alapján fog dönteni. Anonim módon, tehát tudjuk, hogy ki a 12 induló, de hogy melyik tervet kikészítette, azt a zsűri nem fogja tudni, ez így szokott a többi tervpályázatnál is zajlani. Tehát itt a minőség dönt, és nem az, hogy kinek milyen neve van, milyen referenciái vannak, vagy éppen milyen árat adott. Nyilván a maga a műnek a költséghatékonysága az fontos szempont, de nagyon fontos az építészeti minőség, az utasélmény, a város szövetéhez való hozzájárulás lesz az a legfontosabb szempont, amit a Fűrjes államtitkár úr által vezetett zsűri első rangú szempontként figyelembe fog venni a döntésénél. A tervpályázat kiterjed a környező területekre is, nem csak erre a pályaudvari területre, nem csak a 12 vágányra, ami a felszínen megérkezik, hanem a környező területekre is. Mit értünk ez alatt? A mai parkolót, ami köztéri alakul, ahogy államtitkár úr elmondta, a nyugati teret és a kapcsolódó közterületeket, hogy egy színvonalas új köztérre érkezenek meg az utasok, illetve azt az új zöld folyosót, ami a nyugati pályaudvar térségét a Podmanicki utca mentén várhatóan összeköti a Városligettel, és a vasút működésétől felszabadított területeken egy új zöld folyosóval összekapcsolja egymással a belvárost, a Városligettel és a reményeink szerint a jövőben megújuló Rákosrendezői térséggel. Kiterjed a tervezés a Ferdinánd híd jövőjére, és arra, hogy pontosan milyen városfejlesztési környezet veszi majd körbe ezt a pályaudvart. Nem csak azért lesz ez Budapest főpályaudvara, mert itt van a legnagyobb utasforgalom, hanem azért is, mert reményeink szerint, hogy a kormány azt az óriási vállalkozás sikerrel teljesíti, és látjuk, hogy erre nagyon nagy esély van, hogy a repülőtér újra hazai kézbe kerüljön, akkor reményeink szerint elhárul az akadály a repülőtéri vasút megépítése elől is, amit az eddigi külföldi tulajdonosok gördítettek elé, és így meg tud valósulni az is, hogy a repülőtérről rendszeres vonatok ide a nyugati pályaudvarra érkezzenek be, és lényegében az ország kapujaként is működjön a repülőtér mellett ez a pályaudvar. Tervpályázata, ahogy ezt államtitkár úr elmondta, jövő év márciusában zárul, a pályaműveket március 1-én kell beadni a tervezőknek.
és a zsűriben együttműködünk az érintett kerületekkel, fővárosi önkormányzattal, építészkamarákkal, és természetesen a MÁV-val és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztővel is. Arra bátorítunk minden építészt és minden a város jövőjén gondolkodó várostervezőt, közlekedéstervezőt, hogy vegyen részt ebben az óriási munkában. Nagyon ritkán adódik arra lehetőség, nekünk is, akik a beruházói oldalon vagyunk, és azt gondolom, hogy a tervezőknek is, hogy egy ilyen volumenű a város jövőjét, ilyen mértékben meghatározó nagy infrastruktúra fejlesztés tervezésének a kezdetén pályázzanak és részt vegyenek velünk közösen ebben a munkában. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.